Palotai Károly az Eto legendája. Tagja volt az első győri NB1-es bajnokcsapatnak 1963-ban, háromszor nyert magyar kupát a klubban, tagja volt a 64-es tokiói olimpián győztes magyar válogatottnak, játékos pályafutása után a világ legjobb játékvezetőjeként emlegették. Palotai Károly 80. születésnapját ünnepli, ebből az alkalomból köszöntötték őt az Érd elleni meccs előtt. Az utódok pár perccel később kis álmosan kezdték a találkozót, szerencsével a vendégek a vezetést is megszerezhették volna, nem kellemen zicsert rontott. Az Eto irányította már az elején is a játékot, a legközelebb a 9. percben került a gólhoz a Győr, Illés előkészítése után Szabó Bence lőtte telibe a kapufát. Aztán az első negyed óra végén Szabó labdáját várta óriási helyzetben Maier, de a passz nem jutott el hozzá. A 21. percben szinte a semmiből jutott vezetéshez az Érd. Gyurát centerezett, a védelemből fellépő Honti pedig megelőzte a kapust 0-1. A szünetig továbbra is a Győr támadott többet, de a kapu előtt kevés lehetőség adódott. A második félidő is hazai helyzetekkel kezdődött. Német szabadrugásánál a kapusnak kellett bravúrral védenie. Nem sokkal később megint Kelemen védett nagyot Maier Milán lövése után. A megérdemelt gólt és az egyenlítést a 68. percben harcolta ki az Eto. A csereként beállt Vankó második labdaérintéséből talált a kapuba. 1-1. A 82. percben Köles szerezhette volna meg a vezetést, de közelről a kapu mellé fejelt. A védő a 85. percben javított, passzára Németh László érkezett a 16-oson belül, 2-1. A győzelem is a 3 ponttal a 88. percben úszott el, amikor az Érd szinte ajándékba kapott egy gólt, 2-2, ez lett a vége. Pályán szerencsére nagyon jól éreztem magam, és úgy érzem, jól szálltam be. Hát sajnálatos módon, hogy átvettük a vezetést, sajnálatos módon egy pontrugásból, ez csak egy odafigyelés, sajnos kaptunk egy gólt a legrosszabbkor, és így nem tudtunk most már így fordítani. Úgy gondolom, megtettünk mindent. Talán előre felé kellett volna több mozgást, előre gyorsabban játszani, amivel fölbonthattuk volna a védelmünket. 2-1-nél ezt illett volna megnyernünk a mérkőzést. Ez azért nagyon fájó pontveszteség, de én úgy érzem, hogy az izgalmakban és a fordulatokban gazdag meccsen vagyunk túl, amit a nézők is meg tudtak, és honorálni tudtak, úgyhogy a semleges nézőnek ez egy nagyon jó második fél idő volt, én úgy érzem. Megpróbáltunk mindent egy lapra feltéve támadni, mondom, sikerült megfordítanunk a meccset, csak sajnos a végén egy figyelmetlenségből veszítettünk 2 pontot. A Győr hétforduló után 14 ponttal a harmadik a tabellán, az első a Ferencváros 19, a második a Videóton 15 ponttal, a Fradi egy meccsel többet játszott.